A megyei első osztályban játszó Bonyhád Völgységi LC megkezdte a felkészülést a tavaszi bajnokságra. Hogy zárták az őszi szezont? Erre a nyár végén érkezett vezetőedző adott választ. Mondhatnám, hogy nagyon jó, de nem igaz, mert van egy vereség, és az a vereség nekem a mai napig egy picit fáj, mert fél időben vezettünk, aztán volt 2-2 is. Ugye három eredményből nekünk 2 jó lett volna, a győzelem és az X, és ki tudtunk kapni. Ettől függetlenül a 10 mérkőzésen volt, amin a csapat edzője, 9-et megnyertünk, az nyilván mondhatni, hogy jó, de összegészében addig, amíg nem nyertünk a bajnokságot, nem ér semmit. Megismertem mindenkit, tudom azt, hogy kinek mik az erényei, illetve mik a gyenge pontjai, ha van, kivel hogy lehet beszélni, melyik srácsa, hogy érek el több eredményt. Jól érzem magam, szerintem nagyon jó a csapatunk van, jó közösséget alkotnak a srácok, és úgy gondolom, hogy sikeresek lehetünk a tavaszi szezon végén, elérhetjük a céljainkat. Az új edző a játékminőség fejlődését már viszont látja az érkezések alkalmával, és mint mondja, a kommunikáció is javult. Minden edző más, és van egy edzői filozófiád nyilván, amikor neki az dolgozni, van egy edzői elképzelésed a játékról, van egy edzői elképzelésed a csapatnak a mentalitásáról, a munkába vetett hitéről, és itt a valóságban. Az én gusztusomnak ez nem felelt meg. Most már igen, tehát most már rendben vagyunk, az edzések ragyogóan működnek, jól dolgoznak. Úgy gondolom a kommunikációban nagyon sokat javítottam, léptünk előre, mondhatjuk így. Nem akarom itt magamat azért tolni előre, de biztos, hogy tettem én is hozzá. A játék minősége is igyekszik mondjuk úgy javulni. Néhány mérkőzésen valóban visszaláttam azokat a még taktikai elemeket, amiket kérek, gyakoroltunk, vagy éppen tanítottam, vagy kértem. Most összegészében akkor lennék teljesen elégedett, hogyha ez a felkészülés úgy le tudna menni, hogy ugye akár fizikális oldalról, akár taktikai oldalról, akár mentális oldalról még egy szintet tudnánk lépni, és az eredményességgel párosulna ez majd a bajnoki mérkőzéseken, hiszen az a cél, hogy a bajnoki mérkőzésekre a lehető legjobb formába hozzuk a fiúkat, a csapatot. A tavaszi szezon kerete még nem teljes a bonyhádi csapatnál. A cél, hogy egységes gárdaként fejlődjenek tovább a tavaszi bajnoki mérkőzéseken. Jelen pillanatban úgy tudom, hogy két játékos már biztosan visszatért. Ők mondjuk, hogy régi bonyhádiak. Aztán van kiszemelt játékos, akivel szeretnénk mondjuk úgy, hogy összejönni. Csatárt szeretnénk mindenképpen igazolni. Jelen pillanatban van egy szenzációs csatárunk, hogy a Paprolcsi, akinek különböző problémák miatt az edzés látogatása, illetve a mérkőzése való megjelenés az elég nehézkes. És van még egy jó csatárunk, a Csetibi. Bízom bennük, hogy ők azért majd tudnak segíteni nekünk. De mindezek ellenére úgy gondolom, hogy egy center, aki mondjuk szokták mondani, a hátára is bepattan, az nekünk nagyon jó jönne, hogy a céljainkat meg tudjuk valósítani. A felkészülési edzések azért elkezdődtek, a létszám egyelőre, a jelenléti létszám elég jó, de természetesen nem teljes a keret. Hát bízunk benne, hogy tudunk olyan játékosokat igazolni, akik előrefele tolják a szekeret. A másik oldal is igaz, hogyha tudunk igazolni játékost, akkor valószínűleg lesz elküldés is, hiszen a jelenlegi gazdasági helyzetben azért nagyon nehéz eltartani egy megyei csapatnál 20 vagy annál több játékost, legalábbis mi úgy gondoljuk. Lehet, hogy van erre ellenpélda is, de szerintünk felesleges. A megkezdett edzéseket hamarosan felkészítő mérkőzések követik majd. Igen, lesznek. Nagyon jó a technikai háttér, itt a technikai vezető és a háttér. Az Ervin révén, a Pacelyen Ervin révén már minden mérkőzés le van kötve, meg van beszélve. Jövő héten szerdán lesz az első edzőmeccsünk itthon, a Paks 2-vel. És utána a szombaton is játszunk, és akkor a 5 vagy 6 mérkőzést beszéltünk meg. Én az a fajta edző vagyok, aki nem hisz abba, hogy lejátszunk 10-12 edzőmeccset egy felkészüléskor, szinte egy fél bajnokságot nem szeretem. Inkább edzünk, és a felkészülési mérkőzések is azért vannak, hogy ott pedig gyakoroljunk azt, amit az edzéseken, csak nyilván éles helyzetben, hogy minél jobban összeálljon a játék. Egyértelmű cél az, hogy jussunk fel, tehát nyerjük meg a bajnokságot először, és utána úgy menjünk neki az osztályzónak, ha lesz osztályzó, hogy ott is sikerrel vegyük az akadályt. Hát ez ugye 12 meccs van hátra, jelen pillanatban mondhatjuk azt, hogy jól állunk a tabellán, de hát az a lényeg, hogy a 12 meccsből mi többet nyerjünk meg, mint a riválisaink, és akkor fogunk tudni bajnokként ünnepelni. A bonyhádi vezetőedző irányítja a paksi utánpótlás edzéseit is. Az úgy záromas csapatnál nagyon tetszik ez az utánpótlás munka. Amióta az eszemet tudom, mindig csinálom az utánpótlás edzést, a gyerekekkel való foglalkozást. Ugye nagyon, hogy mondjam, nagyon szeretem, és igazából teljesen más jellegű munka, mint a felnőtt.
futball, legyen az megyei vagy éppen NB1, volt szerencsém az NB1-be is dolgozni, Osztermájá Gábor partnereként, segítőjeként. Voltam máshol is ugye felnőtt edző, mindig össze tudtam egyeztetni, és igazából itt találom meg az igazi összhangot, hogy a gyerekekkel is foglalkozom, illetve képzem a jövő generációt, és közben a felnőtt futballban is igyekszem tevékenykedni.